Sígramor! Köszönöm szépen a tippet, hogy próbáljam ki ezeket a termékeket. A minőséget kell összevetnem az árérték arányjal. Ezt a márkát 10/9-re értékelem. Na, de nézzük is, hogy miket rendeltem a sínről. Szóval ez életem második sínes rendelése, aminek a felbújtói ti voltatok. És milyen jól tettétek. Ha most azon aggódtok, hogy lemaradtok a színkódokról, nem kell parázni. A videó végén bőre felkenve is megmutatom őket. A rendelésem leadása előtt jó pár TikTok videót végignéztem, hogy csak olyanokat rendeljek, amik már másoknak is beváltak. Szóval nem akartam pórul járni. Kíváncsiságból a termékcsaládnak is utána néztem. Hát nem sok mindent találtam, de egészen biztosan a sínhez kapcsolódik. 2019-ben hoztak létre a sín saját szépségápolási márkáját, és én le is csekkoltam a forgalmazott, tényleg a síni. Ezek magas minőségű sminktermékek, luxus minőségű összetevők felhasználásával. Mindez igen csak szépen hangzik, de akkor miért ilyen olcsó? A sín álláspontja szerint kihagyják a marketing és szállítási díjakat, és a vásárlók a ruházati termékek mellett ezeket is megvásárolják majd. Szerintem igen csak bevált a tervük, és úgy látom, hogy a TikTokon igen csak trendi lett ez a cucc. Külön jó hír, hogy állatkísérletmentesek. Ma próbáltam ki először a sminkeket, és a szempillaspirál kivételével mindegyik nagy kedvenc lett. Jó, nálam a Maybelline Sky High-t nem lehet überelni. A háttérben az új ecsettárolómat láthatjátok, és nagyon örülök, hogy végre zárható fedelű lett. A sminktermékek mellett rendeltem még pár kiegészítőt is magamnak. Ezeknek a minőségével is elégedett vagyok. Nagyon cuki. Gondolom, mondanom sem kell, hogy Kitty nagyon szívesen segítkezett nekem. Szeretjük az ilyen közös csajos progika. Veszek egy próbát ezekkel a prémium minőségű ecsetekkel is. A régieket pedig kimosta nekem Kitty a blenderekkel együtt. Tároló a sminklemosónak és micellásvíznek, és már mutatom is a színeket. Figyeljetek, mindenhova odaírtam. Ezekkel a liquid blushokkal csak óvatosan, nagyon pigmentáltak. Kontúr egy hidegebb és egy melegebb árnyalatban, és egy highlighter. Korrektorból két különböző színt szoktam használni. Egy sötétebbet felülre és világosabbat alulra. Értem, hogy valamelyik nem lesz jó, ezért lett egy harmadik szín. Ezzel a színátmenetes megoldással eltűnnek a karikáim. Az alapozóval nagyon elégedett vagyok. Kezdni kell a mennyiséggel, két pici pumpálás elég egy egész arcra. Ennek a korrektornak az állagával és a fedésével annyira nem voltam elégedett. Ezt az alapozót az arcomon pedig még nem próbáltam ki. Elnézésre a fedését olyan közepesre ítélem meg. Az állaga eldolgozhatósága szerintem 10/10. A primerek használatában még kezdő vagyok, ezért kettőt is rendeltem. És ha valaki tudja, írja meg nekem, hogy hidratálás előtt vagy után kell alkalmazni. A púder nagyon szépen köti meg a sminket, a személypúder a puderpaletta pedig nagyon szépen van összeállítva. Szerintem nagyon harmonikusak a színei. A barna szemszíne miatt én a barna árnyalatokat jobban kedvelem, és ez a pirosító igencsak kellemes szín. És a videó végére maradt még pár apróság, a hajpántok, amiknek a felpróbálásából egy óriási bohóckodás lett. A nagyon feltűnő jelenségeket csak sminkeléshez fogom használni, de ha úgy adódik, a szemünkbe se süt bele. Valamelyik nap kipróbáltam az egyiket, nagyon feldobta a frizurám. Ez volt hát a sínes hold, dobj egy lájkot, ha tetszett a tartalmam. Érkezek a fiókrendszerezéssel.